Képzőművész tehetségek címmel mutathatják be műveiket a fiatalok a Somogyi Könyvtárban. Ezúttal a Szegedi Tudományegyetem egy hallgatója, Pignicki Kata munkáit láthatják az érdeklődők. A képi ábrázolás alapszakos lány már 2011 óta foglalkozik a tojásírással, és közel 5 éve aktív résztvevője országos kiállításoknak. Idén pedig elkészült az első önálló kiállítása is, Gyimes völgy kincsei címmel. A névválasztás nem véletlen, a téma közel áll Katához. A mesterem, akitől tanultam, az ő hagyományaikkal és életútjukkal foglalkozik, és tőle tanultam ezeket a mintákat, és az ő életükről is tőle hallottam, így hát igazából én is ebbe szerettem bele, és ezt folytatom én is. A kiállítást Izbékiné Cseusz Gabriella, az Algyői Tájház vezetője nyitotta meg, aki Kata sikerei mellett a gyimesi csángók hagyományairól is beszélt. Önöknek pedig szeretném megköszönni, hogy eljöttek, megtisztelték. Szeretném megkérni önöket, hogy aki szeretne írjon a vendégkönyvbe, én nagyon örülnék neki. Hagyományosan mi viasszal írjuk a tojást, írókát használunk hozzá. Hagyományos növényi festékeket szoktam, illetve ha erősebb színt szeretnék elérni, akkor textil festéket szoktam használni.